Sziasztok, Fábián Laci vagyok. Szeretek főzni. Hát 7-8 évesen csináltam az első rántottámat, és azóta. Hogy persze, hogy szülőktől, nagyszülőktől, vagy inkább az anyuék felől, apu is néha főzött, de inkább anyu. Nagyszülők, mamám, nagynéném, testvéreim közül, a kisebbik, fiatalabbik nővérem. A fiatalabbiktól, jó? A legidősebbik nővérem és a főzés az két különálló dolog. A fiatalabbik nővérem, ő imádott főzni, sütni mindent. Aztán tudod, kisgyerekként ott voltam mellette, és csinálta a dolgait, főzött jobbra-balra, én meg úgy figyeltem csendben. Aztán azért úgy elles az ember dolgokat. Na most, amikor a főzésről van szó és a különböző országok, az ugye mindig úgy nézett ki, hogy például volt olyan is, hogy elmentem Ausztriába találkozó ismerős, és ott összefutottam egy szakáccsal, és akkor ő főzött. És én ellestem dolgokat, beszélgettünk a főzésről, szóval volt ilyen is. De nagyon sokáig éltem Angliában, ott aztán volt lehetőségem tanulni, próbálgatni, stb. De általában, amikor ellestem valamit, vagy ilyen főzéssel kapcsolatos úgymond tanulás volt az életem során, az mindig ilyen kisebb utazásokkor jött elő. Ez az érdekes. Tehát, mit tudom, átugrottam Magyarországra, mert mit tudom én, volt egy találkozom ott is, vagy régen találkoztam ismerősökkel, és mit ad Isten, ott összefutottam egy mesterszakáccsal, vagy összefutottam. Szóval mindig ilyen, soha nem vártam, hogy most ott valakivel összefutok, és akkor bum, wow! Az egész, igen, úgy kezdődött, hogy főztem, és nagyon sokan nem hitték el, hogy tudsz főzni. Hát nem tudok főzni. És aztán elkezdtem Facebookon megosztani, hogy most ezt főztem, ugye? És másoknak viszont meg nagyon tetszett, amit csinálok, és kérték állandóan a receptet. Sokszor volt olyan, hogy elküldtem a receptet, és én töröltem azt a beszélgetést, ugye? És akkor megint le kellett írnom azt a receptet. És akkor én hülye megint töröltem, és aztán már tényleg azt csináltam, hogy lemásoltam a szöveget, mielőtt töröltem, és aztán újra elküldtem, és akkor könnyebb volt, egyszerűbb, ugye? Aztán mégiscsak elindítottam, mert ugye egyrészt mindenki kérdezi, hát ott van, csináljátok. Leírom, amit tudok, a tapasztalataimat a kajával kapcsolatban, és csináljátok, főzzétek. Aztán meglepő volt nekem az is, hogy a blognak ilyen pozitív fogadtatása lett. Tehát ilyen óriási, mint hogy jaj, milyen jó, hoppá. És ez végül is csak így a magam szórakoztatására, meg másoknak úgymond a tanulásra. Tehát, hogy higgyék el, hogy igenis meg tudják csinálni. Ha én meg tudom, akkor bárki meg tudja csinálni, mindig így állok hozzá. És aztán fotózás volt Érsekmoncsival, és ott kezdődött el, ötleteltünk, ott volt Nagy Tomi is, és így ötleteltünk, hogy mit, hogyan lehetne csinálni, meg mit tudom, és ott felmerült az, hogy Érsekmoncsimat, hogy én is elmennék nyugodtan, tehát én is elmennék főzni, miért nem csinálsz ilyen főzősulit? De ez is megint csak úgy álltam hozzá, mint a blokkhoz eleinte, hogy ja, hát ugyan már csalló közben élünk, legfinomabb kaják a világon, majdnem, hogy itt vannak, mi a francnak kellene ide egy főzőiska? Hát, összehoztuk, elkezdtük, na, szó szerint a pofám leszakadt, tehát számomra a legnagyobb meglepetés az, hogy ekkora érdeklődés van egy főzőiskola iránt. És mindmáig hihetetlen számomra, tehát ez wow. Nagy Tom, igen, a Möbelfalaiknak a tulajdonosa, beszélgettünk erről. Aztán ő így felhozta, hogy figyelj ide, ott van egy óriási hely, ahol a Levendula tábor szokott lenni, az csak nyáron működik, ugye? És mi lenne, ha ott elkezdenénk, csinálnánk? És hát mondom, oké, miért ne? És elkezdtünk vele komolyabban foglalkozni. Na most azért volt pozitív ez az egész, hogy a Nagy Tomi a Möbelfabrik tulajdonosa, mert ők gyártották le azokat a pultokat, ahol főznek. Változó, mert vannak ott tényleg kezdők, de vannak ott nagyon-nagyon-nagyon jó főző egyének is. Tehát nem tudnám azt mondani neked, hogy most csak kezdők, csak profik, nevezzük őket profiknak, jó? Csak ilyen középutasok. Nem. Tehát ezt tetszik az egészben, hogy ilyen változatos. Tehát
ez is, az is, amaz is. És akkor itt ez olyan kihívás, tudod, mert aki már tud főzni, ő csinálná magától, csak sokszor kiderülnek olyan dolgok is, hogy lehet, hogy eddig rosszul csinált, volt már ilyen is példa, de viszont bizonyos dolgokat, de viszont úgy kiegészítik egymást. Tehát nagyon szuper hangulatokat kialakulni, tudod, hogy viccelődve nyomjuk, és akkor így egymást támogatják, aztán beköpnek valami hülyeséget, vagy valami ilyes, akkor jót röhögünk, de tudod, így szándékosan. Tehát jó, nagyon jó hangulat szokott kialakulni, és soha nincs ilyen, hogy most valaki lenéző, fellengzős lenne, stb. Mindenki megérti a másikkal, és nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Hát elindul a nap, nagyjából azzal indul, de az már előző este elkezdődik, hogy széttírom a recepteket per főre. Tehát, hogy egy főre hogy jön ki egy adag. Ugye adott egy recept, amit már többször megfőztem, elkészítettem, vagy valami. Megnézem, ugye az általában ilyen, mit tudom én, 4-8 fős ételmennyiség, tehát az úgy van kialakítva. Na de most, hogyha egyesével főzetem ezt meg valakikkel, ugye ezt szét kell számolnom. Úgyhogy az előző este, hogy szépen úgy szétszámolom, összerakom a dolgokat, és aztán, hát ma van a iskola, ma délelőtt, tehát innen majd megyek bevásárolni. Bevásárolok, aztán hát ugye, amikor eljön az időpont, hogy kezdődik a főzősuli, jóval előtte oda megyek, összerakom a helyiségnek azt a részét, ahol enni fognak, tehát összerakom, megterítek szépen magyarul, meg ilyen apróság. Aztán szétadagolom a hozzávalókat, meg ilyen apróság. Na most a kettő közt van egy olyan időszak, tehát amikor bevásároltam, stb., hazamegyek, és még a főzőiskola előtt, ugye mielőtt oda mennék, van ilyen kisebb, úgymond idő, amit arra használok fel, hogy hát egyrészt ráhangolódjak arra, hogy főzősúly lesz, másrészt pedig, hogy utolsó pillanatban minden, amit elcsesződhet, azt helyre rakjak. Tehát én részemről, nem a diákok, vagyis hogy a tanulni vágyok részéről, hanem az én részemről. Tehát mit fog kihagyni, ja, ezt nem szabad kihagyni, stb. Tehát ilyen készítek magamnak egy apró kis jegyzeteket. Kis cetlikémet azokat összeállítom, tudod, hogy szét van írva egy személyre. Azért szoktak nevetni néha, egy-két tanuló már megjegyezte, hogy nem tudod a receptet. Hát mondom, per főre nem. És akkor ott van a kis cetlikém. Valahogy sose szerettem az olyan tanítókat, de ez most nem a főzésre konkrétan, hanem a suliból indulok ki, tehát a alapsuli, gimi, stb. Sose szerettem azokat a tanárokat, akik mindig bejöttek, és akkor teljesen ilyen fapofával letanítottak, lecsesztek téged, blablabla. Bla, bla. Ez nekem sose jött be. És én valahogy azt szeretném tényleg, hogy az emberek ott érezzék jól magukat, ezt is akarom átadni. Mert én is azért főzök, mert élvezem. A negatív az a polip. Arról nem akarok beszélni, mert itt akkor hányni fogtok. Ugye valamikor régen képzőművészetben voltam, imádtam rajzolni, állandóan rajzoltam, és valahogy ez szerintem a családunkban benne van, mert a kisebbik nővérem is ilyen iparművészeti ág, kötés, orgolás is. A legidősebbik nővérem, ő is ilyen főleg zenei ágon volt otthon. Én nálam meg a rajzolás, az nagyon-nagyon... Például gimi után én képzőművészeti főiskolára jelentkeztem. És az alkotás az mindig úgy bennem volt. Aztán egyik nap letettem a ceruzát, soha többet nem emeltem fel. Tehát olyan értelemben, hogy egyszerűen nem tudok leülni már rajzolni. De az alkotási vágy az úgy egyre erősebb volt, úgyhogy kellett valami, és akkor jött a főzés. Addig is volt főzés, csak úgy nem igazán csináltam be nagy ügyet, hogy megfőztem, oké, kész. De viszont aztán, amikor előjött az alkotási vágy, akkor úgy bum, úgy beütött, hogy a főzés. És ott találtam meg ugyanazt, amit a rajzolás előtt, hogy kizártam a világot, kizártam a külvilágot, kizártam minden egyebet, és csak a kajára koncentráltam. És amikor elkészült, akkor ilyen teljesen ilyen relaxált, kipihent valaki voltam, és volt ott egy kaja, ami ehető volt, vagy nem, ez még akkor. és ennyi. És ezt mindmáig állítom, hogy a főzés igenis egy alkotás. Fogom is, mindig is állítani fogom, mert az a kaja, ami elkészül, legyen bármilyen egyszerű, bonyolult, akármilyen, az egy alkotás. Magadat adtad bele. Magadból valamit. Most itt nem konkrétan a
izzadságra meg a hajszálakra gondoltam, hanem arra, hogy a lelkedből valami benne van. Benne van belőled valami, az ízvilágod, az alkotási folyamatba beleadod magad, úgyhogy igenis, ez egy alkotás. Én mellett kitartok. Sajnos alul vannak értékelve. Ez nagyon szörnyű, mert igenis értékelni kellene azt, hogy egy nő minden nap, jó, most azért jegyezzük meg, hogy nem csak nő, tehát ezt úgy mondom, hogy az az ember, aki főz minden nap, igenis megérdemelne többet, legalább az, hogy megköszönik neki azt a kaját, vagy segítenek helyette, elmosogatnak, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy jelen esetben igen, többnyire, többségében ilyen, hát mondjuk így háziasszonyokról beszélünk. Sajnos én ezzel nem tudok egyetérteni, hogy el vannak, hát nem nyomva, hanem etéren nincs, nem kapják meg azt a kellő tiszteletet, ami kiállna nekik. Mert igenis a főzés alkotás, mint alkotás idő és, hogy is mondjam, energiaigényes, és ezt tisztelni kellene. De sajnos egyre kevesebb helyen látom azt a tiszteletet, ami kiállna. Hát mondjuk itt őket kellene megkérdezni, bár eddig még nagyon aranyos volt mindenki, és tényleg nagyon ügyesek. Tehát én tényleg volt ott az egyik srác, aki ezt nagyon helyesen megfogalmazta, hogy megcsináltam életem első kaját, és ehető. És nagyon, nagyon szuper volt, mert tényleg jó volt látni, tényleg, hogy őszintén örült, tudod. Mindenféle ember, ahogy mondtam, mindenféle emberkel jár oda, de tényleg esetek többségében anyukák, akiknek ugye van ott egy pici, és mondják, hogy igen, tudok főzni, de hogy is mondjam, mindig ötféle vagy tízféle kaja körbe-körbe, szeretnék valami újat. És szerintem ez jó, mert mindig van mit tanulni. Aki azt mondja, hogy nincs, az hazudik. Mindig van mit újítani, mindig van mit tanulni, mindig van mit elsajátítani. És ez egy lehetőség, egy óriási lehetőség szerintem. Hát az van jó pár. Hát mindenféleképpen az egyik ág az a főzősuli, tehát nem maga konkrétan a főzősuli, ezt rosszul fogalmaztam. Inkább úgy mondanám, hogy a főzéssel kapcsolatos dolgok. Mert a terveim közt szerepel is egy resti, meg különböző lehetősége, ágazatai ennek a hogy is mondjam azt, hogy embereknek kaját adni. Finom kaját adni. Merjenek főzni, mindig. Mindig kísérletezzenek, és merjenek főzni. Nem számít, ha leég egyszer, leég kétszer, leég háromszor, le van szarva. Addig csinálják, amíg sikerül úgy megcsinálni, hogy nekik is jó legyen, tehát hogy ízleni fog nekik, és tényleg elfogadható az egész. Sokan azért nem mernek főzni, mert attól félnek, hogy Úristen, mi lesz, Jézus Mária, le fogom égetni a pudingot meg, és... Hát, hány éves lehettem? 4 liter tejből csináltam pudingot, mert azt akartam, hogy legyen sok puding. Csak elcsesztem az adagolást, és a 4 liter tejhez kevés pudingbort adtam. És leégett az egész. Azt úgy jöttem észre, hogy keverem, hát az Istennek nem akart besűrűsödni, ezt csak nézem, és már akkor ilyen barna, leégett részt kevertem fel. Hát, oké. Így jártam, kiöntöttem, kezdtem előről kevesebbe. Aztán sikerült. Na de ez a lényeg, hogy ne add fel, menj tovább, csináld és merj főzni. Ha nem megy, kér segítséget, nézz utána, olvas és merd. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy megkerestetek, és köszönöm, hogy vagytok.